No hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az F29-es tanteremben, és akkor elsőként szeretném megköszönni azoknak, akik a közvetítésben, illetve az archiválásban részt vesznek. A közvetítésben az oroszlán részt a Puskás Tivadar távközlési technikum videostúdiója, élőkön Velinszky Lacival, akit most nem szólítok, hogy álljon föl, mert javítgatja az internetvonalunkat. A Laciról nem csak azt kell tudni, hogy a Puskásban végzett, hanem hogy most egyetemünk MSZ-s hallgatója, és gyakorlatilag az ő fejlesztés ez a közvetítés. Úgyhogy nagy szeretettel és nagy köszönettel fordulok hozzá, Lacikám, még egyszer. Akkor a támogatóinkról szeretnék beszélni, amit lehet látni az Elmű Émász és a Melódiák Taneszköz Centrum, akiről tudjuk, hogy egy magyarországi taneszközkereskedő, és mindenkinek a sok szeretettel a figyelmébe ajánlom az eszközeik miatt, mert olyanok, amelyek használhatók tanárok, diákok számára, mindenképpen pozitív. És akkor annyit szeretnék elmondani, hogy fizika. Fizika órára jöttünk, és ez a fizika óra arról fog szólni, hogy mire jó a fizika egyik oldalról, a másik oldalról pedig olyan kísérleteket szeretnék bemutatni itt, amelyeket jó lenne, ha mindenki látna, megadatna mindenkinek, hogy ezeket lássa, akár élőben, akár felvételben, és akkor szerintem kezdjünk bele. Az első rész az egy kicsit ahhoz fog csatolódni, amit az előző előadásaink valamelyikén, tehát a múlt évi kísérleteinkhez fog csatolódni. Akkor az áramok mágneses terével foglalkoztunk, és az első eszköz, amit az áramok mágneses terével kapcsolatosan szeretnék megmutatni, az egy olyan kísérlet, amit ha valakinek megadatik egy kis kézügyesség, saját maga is elvégezhet. Az eszköz, amit itt az asztalon magam elé kitettem, az egy torói transformátor, amelynek 220 voltos az egyik oldala, illetve 230 mostanában már, és a másik oldalát nem fogjuk használni. 2x12 voltos kivezetések vannak, ezeket szépen leszigeteltem és ide ragasztottam az oldalára, viszont vastag, nagy keresztmetszetű drótból kettő darabot, tehát két menetet csináltam, és ezeket szépen össze is kötöttem. Tehát itt lehet látni, ez lesz a szekunder oldal. A szekunder oldalról rögtön tudjuk azt is, hogy rövidre van zárva, és ennek eredményeként itt valami őrült nagy áramok fognak folyni. Lesznek olyan dolgok, amik nem meg fogunk mérni, ez a kísérleten nem fogunk megmérni, szerintem mindenki elhiszi nekem azt, már csak a régi ismeretségünk miatt is, hogy ez 600 ampert meghaladó áram ebben az áram, ebben a kísérletben, hogy ezt meg tudjuk mutatni, tehát mérések helyett most valami mást szeretnék mutatni. Hoztam gémkapcsot, ugye ezek ferromágneses anyagok, ezeket a gémkapcsokat fogom ide tenni, ez sokkal könnyebb összeszedni, mint a vasport. Tehát, hogyha ide tesszük, ide mellé bekapcsolom, azt hiszem jól lehet látni, hogy ezt így föl lehet emelni. Hogyha lekapcsoljuk, akkor pedig ez itt lepotyog. Tehát az áramok mágneses teréről szól a kísérlet. Ha valaki ezt a kísérletet otthon elvégzi, és viszonylag hosszabb ideig fogja bekapcsolva tartani, akkor azt is meg fogja tudni, hogy milyen az áramnak a zsúlhője. Tehát a nagy áram hatására ez melegedik. Itt már elkezdődött, itt már szép langyosnak lehet érezni. Én annyit tudok mondani, hogy a kísérleteknek a megismételhetősége egy nagyon fontos dolog. Szerintem mindenki ezt jól látja. És akkor, ha kikapcsoljuk az áramot, akkor megszűnik a kölcsönhatás. Ezek szépen lepotyognak. Természetesen van arra esély, hogy amikor a gemkapcsokat kikapcsoljuk, akkor azok fölmágnesezve maradnak. Tehát nem mindegyik fog lepotyogni, ez teljesen normális. Hát senki ne gondolja, hogy ez nem normális. Egy másik ilyen nagy áramú kísérletet is szeretnék még megmutatni, ami kimondottan a hőhatásról fog szólni. Egy másik trafó. Ennek a trafónak a, hogy is mondjam, elkészítése egy kicsit már macerásabb. Egy 1 kilovolt amperes transformátort látunk. Ez egy mikrohullámú sütőnek a transformátora, amelyről a 2000 voltos és a 3,2 voltos
feszültségű szekunder oldalt levágtam, ugye 2000 voltról jár a cső, 3,3 volt pedig a csőfűtés, a magnetron csőnek a fűtése. Tehát ezeket én eltávolítottam, és ennek a helyére egy hárommenetes tekercset helyeztem be. Ezzel a hárommenetes tekercsel fogunk egy keveset kísérletezni. Természetesen a kísérlet... Igen, szóval vannak olyan pillanatok az életemben, amikor elfelejtkezem valamiről. Háromszor megolvasztottam valamit, és igazából a negyediket azt meg elfelejtettem behozni, úgyhogy most megpróbálok egy pillanat mellett visszajönni. Bocsánat, csak ez a harci idegesség közben mindig elfelejtek, tehát hoztam egy ilyen csavart. Ezt a csavart fogjuk a két érintkező kézzel így betenni, majd amikor bekapcsoljuk. Hát ugye nem túl nagy a feszültség, 3,2 voltnyi feszültséget tudunk ebben a hárommenetes tekercsel csinálni. Tehát hogyha bekapcsoljuk és szépen rövidre zárjuk, azt hiszem mindenki fogja látni azt, hogy az áramnak bizony van hőhatása. Jó. Tehát ez nem kérdés, hogy itt nagy áramok folynak, hogy a feszültség és az áramerősség szorzat együttesen fogja megadni a teljesítményt. Hát, hogyha valakinek van hangulata, elgondolkodhat ezeken a dolgokon, esetleg elgondolkodhat azon, hogy milyen egyszerűen tudunk csinálni egy ponthegesztőt. Tehát ebben az eszközzel, talán csináljuk meg még egyszer, ha már úgyis itt adott a dolog. Szépen rövidre zárjuk, és azt hiszem jól látszik, hogy először le fog égni a kadmium rész, a második lépésben pedig jó. Hát a második lépésben pedig látjuk, hogy meg tudjuk olvasztani ezt a csavart. Hát szerintem ez a kísérlet ez megvolt. Menjünk tovább, nézzünk egy további nagy áramú kísérletet. Hopp-hopp, asztalt nem égetünk. Az eddigiekben a hálózati feszültséget használtuk, most elemeket fogunk használni. Az elemekkel nagy áramot nem fogunk tudni létrehozni, viszont fel fogunk fogni tölteni vele egy kondenzátort. A helyzet az, hogy 9 voltos elemekkel fogunk kísérletezni. Ilyen speciális módon összetolthatók ezek az elemek. Ezek 9 voltos elemek. Ezeknek a 9 voltos elemeknek a segítségével fogunk most kísérletezni. Itt vannak a drótok. Hogyha ide kirakom, hogy mindenki számára, meg magam számára is teljesen világos legyen. Tehát, hogyha 9 voltos elemekből összerakunk egy mennyiséget, és azt hozzákapcsoljuk, tehát a feszültségmérőnkhöz, nem felejtjük el, hogy egyenfeszültséget mérünk, és akkor a végkitérésben pedig 1000 voltot fogunk látni. És a 9 voltos elemből 25 darabot kapcsoltunk össze. A 25 darab 9 voltos elem segítségével pedig megnézzük, hogy mekkora lesz a kapocsfeszültség. Így mi. Azt hiszem, mindenki látja, hogy 200 voltot meghaladja a feszültség. Annyit szeretnék elmondani, hogy a 9x25 voltot most felesleges pontosan kiszámolni, ezek használt elemek, tehát a kukából gyűjtögetéssel jutottam hozzá. Most te vagy poénkodhatnék, hogy a tanári fizetésből úgyse nagyon kellé, de minden esetre, hogyha az ember egy kicsit járatosabb, vagy az átlagember meddig használja ezeket, akkor láthatjátok, hogy eléggé szorgalmas, gyűjtögető életet élek. Akkor ezeket kapcsoljuk sorba. A sorba kapcsolás révén, ha igazak a fizika törvények, akkor kétszer annyi elemet sorba kapcsolva,
kétszer akkora feszültséget kell majd, hogy mérjünk. És egy ponton el fog jönni az, hogy zsebre fogom tenni a kezemet. Ez nem a modortalanság oka, hanem szóval nem szeretném, hogyha így a két kezemen keresztül zárodna, még véletlenül se az áram. Tehát ezt lehet látni, hogy 400 voltot meghaladó a feszültség. A további gyűjtögetéssel fokozhatjuk a feszültséget is, és azt is megnézhetjük, hogy tényleg, hogyha kétszer, háromszor annyi feszültséget, vagy elemet kapcsolunk sorba, akkor kétszer, háromszor annyi feszültséget fog mutatni a mutató. Hát senki nem fog meglepődni azon, hogy most már 600 voltot is meghaladja ez a feszültség, és akkor az utolsó előtt itt hozom, a következő az a tartalék, tehát az azért van, ha mégse sikerülne valami, megfújjuk a hideg levest is, ahogyan szokták volt mondani. Tehát a lényege a dolgoknak az, hogy ez már akkora feszültség, hogy itt az ember már tényleg legyen óvatos. Jó, tehát akkor ezt nem oda, hanem ide. Az az igazság, egyszer valaki megkérdezte, hogy Károly, mondd, nem félsz, hogy a gyerekek esetleg meg fognak sérülni, esetleg valami olyan áramütés fognak szenvedni, ami esetleg a címlapok oldalára fog téged egyenesen repíteni. Mondom, hát aki ennyit össze tud szedni, már csak van annyi esze, hogy nem fog vele játszani, nem fog felelőtlenül kísérletezgetni vele. No, tehát akkor ez az eszközünk, ez így megvan, és a továbbiakban, amivel kísérletezni fogunk, ugye az egyik a negatív sarok, a másik a pozitív sarok, és ezzel fogunk feltölteni egy kondenzátort. A kondenzátor az itt látható, két darab kondenzátor van sorba kötve. Ha valaki közelre hajol, és az rá van írva, hogy darabonként 400 voltos és 470 mikrofarád a kapacitása. Ha valaki fölteszi a kérdést, hogy ha föltöltjük ezt a kondenzátort, tehát töltsük föl, ugye ez itt a negatív sarka, így. Ez majd arra lesz szükséges, hogy ezt szépen ezzel ide fogjuk ragasztani az asztalra, így. Tehát akkor ez itt a negatív, ez a pozitív oldal, szépen ide ragasztjuk. Most, hogyha valakinek van kedve, akkor van a pillanatban, amikor én a negatív pólust ide a kondenzátorhoz fogom csatlakoztatni, érdemes megnézni, hogy a mutatónk meg fog mozdulni egy kicsit az alacsonyabb feszültség irányába. Amikor megterheljük egy kondenzátorral, akkor a kapocs feszültség egy pillanatra lecsökken. Azt hiszem, ez jól látszik. És utána beáll a 800 voltos feszültség. Most szépen lekapcsoljuk a kondenzátorunkat, és a kondenzátorunk fel van töltve. A kérdés az, hogy a kondenzátorunkban mekkora energia van, ez az energia hol helyezhető el, és azon kívül, hogy hol helyezhető ez, tehát hogyan próbáljuk megérteni azt, hogy amikor energiákról beszélünk, akkor ha mondunk egy számot, akkor oda mögé valamit kéne éreznünk, hogy az mire való. Egyik alkalommal ezt a kísérletet kérték, hogy mutassam be, nem fizika tanároknak és nem fizikát szerető hallgatóknak mutattam be, hanem olyanoknak, akik mondjuk a fizikától egy kicsit távolabb esők voltak, és hát ugye az volt a feladat, hogy próbáljunk meg olyat mondani, olyan mutatót, most a számokkal hiába dobálózik az ember, hogy mennyi energia van ebben. Hát azért vártam egyébként ilyen hosszan, és azért ilyen lassan fogalmazok, hogy az itt ülők mindenki esetleg fejben nekilásson kiszámolni, hogy mennyi energia van benne. Én hogyan látnék hozzá? Én úgy látnék hozzá, hogy tudom a kondenzátornak a feszültségét, kettőt sorba kötöttünk, tételezzük föl, egyik is, másik is 400 voltra töltődik föl. Akkor világos, hogy a kondenzátorunknak megvan a feszültsége, tudjuk a kapacitását, és akkor ez gyanítom, hogy aki már oda, abba a korban van, az kapásból tudja, hogy hogyan kell kiszámolni.
kiszámolni a benne levő energiát, ugye a feszültség és a kapacitás ismeretében. Ugye ez valami 1-2 C-szer U négyzet lenne, ahol C-vel a kondenzátor kapacitását faradban, az U-t azt feszültségben mérjük, voltokban mérjük, és az 1-2-del, ha nem szorzunk be, akkor az azért jó, mert rögtön mind a kettőt kiszámoltuk. Tehát akkor ugye azt hiszem teljesen világos. Azt nézem, hogy próbálok szemkontaktot, hogy van-e valaki, aki esetleg már tudja, hogy mennyi ez a kapacitás. Csak úgy nagyságrendileg sem. Jó, nem baj. Homework, utána otthon meg lehet próbálni kiszámolni. Én 75 joule-ra satszolom, és az a 75 joule, azt most el kéne helyezni, hogy én mondtam, abban a millióben, ahol élünk. És ott azon az előadáson annyit mondtam, hogy 75 joule az annyit tesz, hogy üssük föl, amit mindenkinek ismerni kell, a polgári törvénykönyvnek az ide vonatkozó részét, lőfegyverekkel kapcsolatos tudnivalókat, és akkor azt mondják, hogy az a lőfegyver, amelyik 7,2 joule-nál nagyobb torkolati energiát tud leadni a lövedék, és célzó berendezés van rajta, az fegyverviselés köteles. Akkor tessenek elhelyezni, a 75 joule-nál tartunk, tehát bőven meghaladja ezt a dolgot. Célzó berendezés nincs rajta, tehát nem valószínű, hogy rögtön ezután a kísérlet után le fognak tartóztatni. Tehát ugye aztán akkor világos, hogy mindenki érti, hogy ez nem játék. Na, hogy aztán ebből mit lehet csinálni? Én hoztam egy egymenetes tekercset, ez egy egyszerű részgyűrű, alumíniumgyűrű, és akkor ennek a tekercsnek a tetejére rátesszük, ez egy 50 menetes tekercs. Ezen az 50 menetes tekercsen fogjuk kisütni ezt a kondenzátort, és a kisütés után valami fog történni. Például megmelegszik a tekercs, de az is lehet, hogy nem megmelegszik, hanem... Igen, az esés időből akár azt is ki lehet számolni, hogy mekkora volt az emelkedési magasságot. Egy-két nyomót lehet látni, hogy a mennyezetről szokott visszajönni, nem csak ez szokott oda becsapódni, sok minden más egyéb is. De minden esetre azt gondolom, hogy akkor mindenki nagyjából érteni véli, hogy a kísérlet arról szól, hogy a voltaféle cellák alapján egy mai modern eszközt, egy ilyen 9 voltos elemet sorba kapcsoltunk, éppen 100 darabot, ezzel a 100 darab elemmel föltöltöttünk egy kondenzátort. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki megmérné, hogy rövid zárásban ez mennyi áramot tud, ez a 100 darab elem, akkor ez nagyon, azt lehet mondani, hogy ilyen 10 amperekben mérhető. 10 amperekkel szép lassan föltöltögetjük a kondenzátorunkat. A föltöltögetjük, azt modellhezhetjük úgy is, hogy mondjuk a házunknak a tetejére fölteszünk egy 200 literes hordót, egy ilyen egész vékony kis csövecskén szép lassan föltöltjük vízzel, és amikor ott már fönn van, 200 liter víz így egybe lelökjük, és ott lent majd munkát fog végezni. Valami ilyesmi modellt gondoljatok ehhez az egészhez, és azt hiszem mindenki érti, hogy kísérlet erről szól. Majd amikor kisütjük, akkor a kondenzátorunk ezen az 50 menetes tekercs, ami borzasztó kicsi az ellenállása, egy igen nagy feszültséglökést fog adni, és ez az áram, amelyik egyik pillanatban nulla, másik pillanatban igen nagy csúcshatása van, ebben az egymenetes tekercsben fog áramot indukálni, a két áram taszítja egymást, és ennek eredményeként ugrik föl a gyűrű. Na most az a helyzet, hogy én látom azt, hogy ti is azok a gyerekek vagytok, akik az új modern amerikai filmeken nőttek föl, ahol minimum egy fékezés miatt akkora szikrát kell csinálni, hogy az fél város kigyulladjon. Tehát ez a 75 joule, ez bakfit mondhatja bármelyik kötök. És hát arra gondoltam, hogy akkor csináljuk meg ezt a kisetet egy picivel nagyobba. Nem, csak egy egész kicsivel. Itt van az eszközünk. Az eszközünkben egy kicsivel nagyobb kondenzátor van. A kondenzátorunk kapocs feszültsége az nagyobb, illetve nem nagyobb, 400 voltos. Viszont a legjobb emlékeim szerint, na, tehát az van ide, hogy 7500 mikrofarád. Tehát a 400 helyett most 7500 mikrofarád. Ha valaki oszt és szoroz, akár az aránypárokkal is tud dolgozni, akkor megállapíthatjuk, hogy ez
mintegy 1200 zsúlnyi energiáról van szó. Tehát akkor ez most már kicsivel magasabb. Itt is keresünk valami olyat, ami a tekercsünkben majd ellendarabként lesz. Itt van egy ötmenetes tekercs, ezen az ötmenetes tekercsen fogjuk kisütni, és ezt az egymenetes tekercset ajánlom a figyelmetekbe. Ezt fogjuk szépen ide, így betámasztani. Azt hiszem, hogy ez teljesen világos. Azt mondta, hogy inkább a tanárokra, nem? Tehát így, ez így jobb, nem? Tehát jó, majd eldöntjük, azt leszkanderozzátok, vagy te. Szóval, oké. Mielőtt a kísérletet, tehát a kondenzátort feltöltenénk, azt fogom csinálni, hogy bekapcsolom ezt a, a leglényegesebb dolgot elfejtettem, analógiát fogunk csinálni. Itt van az előbbi eszközünk, itt van a két kondenzátor helyett két nagyobb kondenzátor van. Itt van a tekercs egy ötmenetes, amint látjátok, lényegesen vastagabb drótból megtekert tekercs, és a kondenzátor kisütését az elég ebben a módszerrel csináltuk, hogy így ezt így összeérintettem. Hát egyszer, tényleg egyszer kipróbáltam, hogy ezt így összeérintettem, utána egy fél percig nem láttam, egy darabig nem hallottam, akkor átlobbant és villant, ezért aztán kitaláltam egy elektromos kapcsolót, nézzétek meg, hogy egy ilyen ebben a kapcsolóval, amikor bekapcsolom, akkor itt meghúz egy tekercs, és ez a tekercs rövidre zárja ezeket, és igazából nem fog akkorát szikrázni. Most maradt hátra, hogy feltöltsük, és a feltöltés előtt azért ajánlom a figyelmetekbe, hogyha esetleg fizika órára majd mentek, az se lehetetlen, hogy nézzétek meg ezt a kondenzátornak, tehát a telepünknek a feszültségét mutató feszültségmérőt. Abban a pillanatban, amikor én ezt föl fogom tölteni, tehát megkeressük a pozitív sarkát, a pozitívot a pozitívhoz helyezem, itt így, a negatívot is megkeressük, ez itt van, ezt hozzáteszem a negatívhoz, ez sokkal nagyobb visszaesést fog produkálni, és szép lassan cammogni fog fölfelé a mutató, és hogyha a mutatót majd 400 voltnál megállítjuk, abba, hogy le fogom venni, és utána odébb megyünk. Tehát egyenként fogom föltölteni, nem sorba kapcsolással. Ha valakinek van például egy kis telefonja, és esetleg fölveszi azt, amit ez a szerkezet mutat, akkor abból nagyon ügyesen lehet csinálni egy diagramot. A diagramnak az egyik része a feszültség lesz, a másik része pedig kockánként az idő. Hogyha normál filmet csináltok, akkor az 20, tehát másodpercenként 50 képet csinál, vagy 25 képet, és akkor tudjuk, hogy ennyi másodperc elteltével ennyivel növekedett a feszültség. Ha ezt ábrázolni fogjátok, akkor pontosan egy olyan diagramot fogtok visszakapni, ami a kondenzátor töltéséről szóló diagram, az az exponenciálisan hozzá fog simulni az az értékhez, ami az áramforrásnak a kapocs feszültsége. Na, akkor kezdjük meg a töltést, hogy a pozitív a pozitívra, negatív a negatívra. Nézzétek ezt a műszert ittni. Leesik a feszültség majdnem nullára. Cammog fölfelé, lassan tudjuk föltölteni. És abban a pillanatban, amikor 400 voltot eléri, akkor én szépen megállok, mert erre van hitelesítve a műszer. Átrakom a kondenzátor másik sarkára a áramforrásunkat. És akkor azt mondom, hogy ezt is feltöltjük. Úgy, hát látszik, hogy fáradtak az elemek, szép lassan, lényegesen hosszabban idő alatt tudjuk föltölteni a másikat. Ez is megtörtént, szépen ezt lekapcsoljuk, és akkor kezdjünk el akkor célozni, ugye nem felejtjük el a célzást, így. Az fontos egyébként, a kísérletnek nagyon fontos része az, hogy most egy picit csöndben maradjatok, bekapcsolom, 3, 2, 1, most. És akkor, igen, szóval képzeljétek el, hogy amikor így a szememtől ennyire volt, akkor, és a fülemhez lényegesen közelebb, akkor ez volt. Nézzük meg, hogy mi az, amit látunk. Azt látjuk, hogy ez az egymenetes tekercs nem elrepült, hiszen ha meggondoljuk, akkor ez a tekercs
mindkét oldalára átlógott. Ugye az előző kísérletben, amikor azt a gyűrűt ellőttük, akkor annyival volt másabb a helyzet, hogy volt nekünk egy kondenzátorunk, volt egy tekercs, és a tekercs egyik oldalára tettük a tekercset. Ilyeténképpen a kölcsönhatásként az fölrepül. Ebben az esetben pedig, ha belegondoltok, hogy az egyik áram, amely a tekercsben folyik, a gerjesztő áram, az indukciójához szükséges gerjesztő áram, vele ellentétes irányú lesz az indukált áram, és az antiparallel áramok azok pedig taszítják egymást, ennek eredményként összeroppan ez az egymenetes tekercs, azért, mert az erő hatására képlékeny maradandó alakváltozás marad. Íme a kísérletünk, és akkor mielőtt én ezt szépen elkezdem elpakolni, az fontos, hogy a nagy feszültségtől szabaduljunk meg végre. Még egy kísérleti dolgot szeretnék elmondani, az elpakolás legvége avval fog majd zárulni, hogy a kondenzátorunkhoz egy picit visszatérünk. A kondenzátorunkkal kapcsolatosan, ha valakinek megadatik, hogy egy kondenzátorhoz jut, az nem árt, hogyha a következő dolgot figyelembe veszi. Nem sokára fogunk az elektrostatika kapcsán kondenzátorokkal foglalkozni. A kondenzátorok, mint láttuk, energiatárolásra alkalmas berendezések. A kondenzátorokban, ezekben a nagy teljesítmény, nagy kapacitású kondenzátorokban dielektrikum van, és a dielektrikumnak köszönhetően ezek nagyon könnyedén visszatöltődnek. Majd beszélünk erről egy kicsit hosszabban, amikor eljutunk oda. Visszatöltődnek ezek a kondenzátorok. Ez azt jelenti, hogy kisütöttük, alakítottunk vele képlékenyen, és az elpakolás után egy kicsivel később a kisütéshez képest megnéznénk a kapocs feszültségét, azt tapasztalnánk, hogy baromira nem nulla. És ez a veszélye a kondenzátoroknak, hogy főleg a nagy teljesítmény, nagy kapacitású, nagy feszültségű kondenzátoroknak, hogy ezek képesek visszatöltődni. Ezeket azért pakolom el, mert ez ma már nem fog kelleni, viszont azt megnézhetjük, ha ezeket a kondenzátorokat a kisütés után jócskán ide teszem, akkor szerintem jól látható, hogy elég komoly szikrát produkál. Ha az ember ebbe így beletenyerel, akkor a vitus tánchoz igen közel fog kerülni, úgy testben, mint lélekben. Tehát ez a kísérlet, és akkor ezek a múltkori, a tavalyi előadásunkhoz az áramok mágneses vagy tere, illetve az áramokkal végezhető munkavégzéshez kapcsolódik. És a következő rész, amivel fogunk foglalkozni, az elektrostatika lesz. Az elektrostatikáról pedig, hát itt vannak az eszközeink, én ezt az asztalt szépen ide közelebb fogom magamhoz tolni, és amire szükségem van, azt szépen beemelem, majd meglátjuk, hogy mi minden van. Itt válogatott kínzóeszközök, mondta egy kedves kollega, úgyhogy én is csak ennyit tudok ehhez hozzátenni, és akkor végni. Tehát itt van egy állványkánk, és ezen az állványkán különböző eszközök lógnak. Igen, itt járt Mr. Murphy, szépen összetekerte a zsinórokat, de se baj, úgy is van. Gravitáció nem hagy ki, ez megnyugtató, fizika óra közepén. És akkor a kísérletei eszközeinket szeretném bemutatni. Lesz nekünk egy ebonitrúdunk, amelyet macskaprémmel fogunk majd dörzsölni. Hozzá tartozik egy másik kis ebonitrúd. Lesz egy üvegrúdunk, amelyet bőrrel és szilikongumival fogunk dörzsölni. És azt kell mondjuk, hogy időszámításunk előtt 600 évben Milétoszban élt egy Thalész nevezetű zseniális ember, aki észrevette, hogy a tógájához hozzádörzsölt borostyán, ha hozzádörzsölt tógájához, kisebb madárpihéket tud fölemelni. Ugye
A borostyánt, hogyha megnézi valaki, hogy hogy mondják a görögök, hát úgy mondják, hogy elektron, és innen az egész jelenségkörnek az elnevezése. Hát nekünk borostyánunk nincs, helyette fogunk különböző eszközökkel, mint mondottam, volt egy üvegrúd, meg szilikon gumi. Ha közelítünk ehhez, akkor szerintem jól látszik, hogy egy kölcsönhatás van, egy vonzó kölcsönhatás. A görögök is tapasztalták ezt a vonzó kölcsönhatást. Ők, mivel madárpéjével kísérleteztek, nem ilyen fölfüggesztett különböző anyagokkal, ugye most ez egy darab vatta, ők azt vették észre, és a modellalkotásuk, amikor ebben kísérleteztek, vagy megpróbálták megmagyarázni, azt vették észre, hogy van egy borostyán darab, megdörzsölte a tolgába, felemelt egy madárpihét, tartotta, és egyszer csak a borostyán már nem tudta megtartani, és lepottyant. És azt mondták, hogy ez olyan, mint az ember, egy darabig tudja tartani, azt mondták, később lepottyant. Na most ez egy rossz, hibás meglátás volt, nagyon hosszú ideig ezen nem tudtak túl lenni. Nézzük meg a magyarázatot egy kicsit másképpen. Ha most én nem egy madárpihét, hanem egy alumínium fóliával fogom ezt a kísérletet elvégezni, akkor az fog történni, hogy a fóliát egy nagyon rövid idő alatt magához húzza, és utána taszítja. Úgy is lehet mondani, egy szemvillanásnyi alatt magához húzza, és eltaszítja. Még egyszer, hogy a szem ez gyönyörűen látszik. Ugyanezt megcsináljuk ezzel a lehet látni, egy picit magához húzza, így, és azt egy darabig várunk, és utána taszítja. Utána viszont taszítja. Vagyis nem az a lényeg, hogy elfárad, és hogy ez már nem tudja azt, amit tudnia kéne, hanem szép lassan elektromok, töltések cammognak az egyik helyről a másikra át, és ennek eredményeként kialakul közöttük egy taszító kölcsönhatás. Az egyik esetben, ahol jó a vezető képesség, ez nagyon gyorsan jön létre, míg a másik helyen nagyon lassan jön létre, és igazából nem elfárad az üvegbot, egy szó nincs fáradásról, hanem valami egészen másról. Persze meg lehet a kísérletet ismételni másképpen is, mint mondottam volt, ebonitot veszünk, ez túlvulkanizált gumi, és hozzá macskaprém. Lehet látni itt is, hogy a pillanat alatt magához vonza, és egy jócskán kell egy kis idő, amíg ki fog alakulni közöttük a taszító kölcsönhatás, tehát azért azt hiszem érdemes kivárni, és azután, amikor ez kialakul, akkor taszítás jön létre. Tehát nagyon egyszerű a modellünk. Megegyeztek a fizikusok, hogy az üvegbot, amelyeket bőrrel dörzsölünk, az pozitív töltésű. Így szól a mondat, hogyha a fizikakönyvben megnézitek, minden bizonnyal így találjátok meg. És akkor ezzel kapcsolatosan szeretnék egy nagyon érdekes eszközt megmutatni. Ez egy teljes egészében magyar fejlesztésű eszköz. Szeder Laci barátom csinálta, és hát nagyon büszke is vagyok rá, mert igazából ez az az eszköz, amelyet a kínaiak még a mai napig nem tudtak ilyen jól lemásolni. Tehát igazából meg is lehet tapsolni érte. De a lényege, hogy a mai modern eszközökből olyat épített, hogyha bekapcsoljuk ezt az eszközt, akkor ez a két LED, ez nem világít. Ha mégis világítana, akkor itt van egy reset gomba, a reset gombbal le lehet resetelni. Ha megdörzsölöm, akkor azt hiszem szépen látszik, hogy egy közelítve hozzá egy piros fény villan ki, szépen ez lehet látni így. A ebonit rudunkat, hogyha megdörzsöljük a macskaprémhez, pillanat, megdörzsöljük, szem szépen látszik, hogy ez kék lesz, így. Na most, a helyzet az, hogy beszéljük már meg ezt a mondatot, mert hogyha valaki formál logikában nézi, akkor egyértelműen fogja érteni, hogy az az üvegbot, amelyet bőrrel dörzsöltünk, az pozitív. Ugye? Így hangzik a mondat, mert mi van akkor, ha nem bőrrel dörzsöljük, vagy mással dörzsöljük? Hát nézzük meg, itt van nekünk egy másik bőrünk. Egyébként az, hogy melyik bőrt mivel készítik ki, nagyon sokat számít, tehát én ezt most szépen megdörzsölöm. Emlékeztek, hogy az előbb, ha megdörzsöltük a szilikongumival, akkor pozitív lett. Ha most megdörzsöljük, akkor még egy kicsit dörzsölni kell vele, így. Akkor kék lesz. Tehát az üvegbottal megdörzsöljük, az önmagában még nem tudjuk, hogy pozitív vagy negatív, az majd azt fogja eldönteni, hogy mivel dörzsöltük meg. Na most a macskaprém ez úgy jön ide, túl azon, hogy gyűlölöm a macskákat, hogyha például hasonló módon kikészített
nyúlprémmel kísérleteznénk, ezt még nem sikerült beszerezni, akkor az ebonit rudat, ha megdörzsöljük, akkor nem kék lesz, hanem piros lámpát, tehát az akkor pozitívra fog feltöltődni. Nem definiáltuk még, hogy az erőhatás a különböző testek között milyen, hát akkor nézzük meg. Azt fogjuk csinálni, hogy veszünk egy ebonit rudat, ezt meg fogjuk dörzsölni macskaprémmel, és behelyezzük ebbe a kis ingába, amely nagyon könnyedén tud elfordulni, köszönhetően annak, hogy egy madzagra van felfüggesztve. Érdemes megnézni, hogy mekkora kölcsönhatás van a kettő között, tehát szépen ki akar ő innen táncol. Na. Úgy, lehet látni, hogy taszítja, ugye? Tehát, jó, becserkészszük mi ezt itten. Úgy. És akkor közelítsünk hozzá egy ebonittal, ebonittal, és akkor látjuk, hogy forgásba lehet hozni ezt a botrot, ezt a vízszintes tenger körül forgásba hozzuk, mégpedig úgy, hogy elé teszem, közelít hozzá, és meg annik, hogy összekopanának, megváltozik a forgásának az iránya. Abban az esetben, hogyha a másik bottal kísérletezünk, tehát az üvegbottal, akkor hasonlóképpen forgásba tudjuk hozni, de most ha elé tesszük, akkor a forgás irányát vonzás segítségével tudjuk megváltoztatni, vagyis azt látjuk, hogy kétfajta töltés van, pozitív és negatív, és a kettő között azt lehet mondani, hogy az azonos töltések taszítják egymást, az ellenkező nemű töltések pedig vonzák egymást. A lényeg, hogy az elnevezés egy kicsit félrevezető, a pozitív és negatívat nem jó és rossz értelemben kell venni, tehát sehogy azt gondol valaki, hogy a negatív töltés az rossz, azt beültetjük a sarokba, tehát ez nem így működik. Jó, tehát akkor ez a következő lépés, és akkor a fizikusok, ha már elektromos állapot van, tehát láttuk, hogy elektromosan töltött állapot van, akkor egy hagyományosnak mondható eszközről szeretnék beszélni. Ezt az eszközt úgy hívják, hogy elektroszkóp. Scopei az annyit tett latinul, mint mutatni valamit. Az elektroszkópunk, hogyha egy elektromosan töltött testet közelítünk hozzá, akkor fel fog töltődni, és a mutatója ki fog lendülni. Most a mutatója ki fog lendülni, erről beszéljünk egy keveset, hogy hogyan lendül ki. Nézzük meg az elektroszkópunk, hogy néz ki. Itt van benne egy fém keret. Ezt a fémkeretet, hogyha nagyon precízen akarunk mérni, akkor le is szoktuk földelni. Ettől a fémkerektől elektromosan elszigetelve található ez a tányér itt fölül, ez a mutató tartó és hozzátartozó mutató. Amikor kisütöm, akkor az elektromosan a tányér, a mutató és a mutató tartó az egy elektromos blokkot képvisel. A mutatónk, hogyha jól megfigyelitek, itt ez a felső része, ez kb. Másfél milliméterre rövidebb, mint az alsó. Ez azt jelenti, hogy a tömegközéppontja fölött van csapágyazva, ha kitérítjük az függőleges helyzetéből, akkor beáll függőlegesbe. Ez a kisütetlen, tehát a töltetlen elektroszkóp, tehát a kisütött töltetlen elektroszkóp, ha elektromosan töltéseket teszünk rá, akkor mind a mutató tartó elektromosan töltött állapotba kerül, és ki fog térni, és ami nagyon fontos és megjegyzendő, akár pozitív, akár negatívan töltjük föl, mind a két esetben ugyanabba az irányba fog kitérni. Ígyni. Hát akkor ennyit az elektroszkópról. A fizikusok nem csak látni szeretnek dolgokat, hanem szeretnek mérni is. És akkor ezt az elektroszkópot kiegészítjük egy mérőrésszel, egy skálával, és akkor ezt az eszközt már úgy hívjuk, hogy elektrométer. Teljesen hasonlóképpen működik, avval a különbség, hogy akár számszerűen le is tudjuk olvasni a skáláról az értékeket. A következőkben az elektrostatikával egy olyan kísérlettel szeretném folytatni, amely egy alapkísérlet. Két elektroszkópunk van. Igyekeztem, hogy minden pontosan ugyanabba az irányba álljon, tehát ez a két csavar is arra fele mutat, mutatók is majd erre felé fognak kitérni, csak nehogy valaki azt gondolja, hogy azért érkezik egyik erre, mert az pozitív volt, a másik meg negatív, tehát ezt a nézetet messziről szeretném eloszlatni. És akkor nézzük a kísérletünket, veszünk egy üvegbotot, és az egyik elektroszkóp mellé fogom helyezni, de csak annyira, hogy biztosan ne kerüljenek át rá töltések,
És akkor nézzük meg, hogy fog viselkedni. Mind a két elektroszkóp töltött állapotot mutat. A távolabbi is, meg a közelebbi is. Annak eredményeként, hogy ide tettünk mellé egy töltött üvegbotot. Elveszem, és mind a két mutatónk visszaad eredeti állapotába. A másik irányba, a másik oldalra teszem, ugyanez a dolog fog bekövetkezni. Szóval ez szépen látszik. Próbáljuk meg ezt a jelenséget megmagyarázni. Illetve hát megmagyarázás helyett használhatjuk az eszközünket is. Ehhez az kell, hogy a sok dörzsölgetés eredményeként elektromosan töltődötteket reszeteljük, így. Ide tesszük az egyiket, így. Ide tesszük a másikat. És akkor, remélem mind a kettő azt mutatja, hogy töltetlen, akkor az egyikhez közelítünk, ugye ezt nem felejtjük el, hogy ez egy pozitív, ez a pirosat fogja felgyújtani, és akkor ott pirosan kell, hogy világítson, itt pedig kéken. Nem látom, de tudom, hogy így működik, mert a fizika az ilyen. Akár tetszik, akár nem. Ha elveszem, akkor mind a kettő visszakerül az eredeti állapotába, másik irányba teszem, akkor pedig megcserélődnek a szerepek. Ezt a jelenséget hívják elektrostatikus megosztás jelenségének. Mitől lesz ez megosztás? Itt van egy olyan test, egy kiterjedt test, amelyben könnyedén tudnak mozogni az elektronok, elektromos töltések, azért, mert hogy össze van kötve egy fémpálcával. Ez a fémpálca lesz az, amikor én ide elhelyezem ezt, akkor a vele megegyező előjelű töltésekre taszító erő hat, és ezen a fémpálcán keresztül átmennek ebbe a részbe, és az ellenkező töltések lesznek emez oldalon. Ha elvesszük, akkor megszűnik ez a megosztott állapot. Úgy is lehet mondani, ez egy kicsit analógia, ha úgy tetszik, hogy gondoljátok el, az emberek úgy jól el vannak, egészen addig, míg a politikusok meg nem jelennek. Ahogy megjelennek, rögtön polarizálódnak az emberek, megosztott lesz a társadalom. Na, valami ehhez hasonló ez is. Mindenki tegye maga mellé azt, amit gondol. Azt azért még érdemes meggondolni a kísérletben, hogyha ezt a visszarendeződést, ezt meg fogjuk tudni szüntetni úgy, hogy fogom, ide elhelyezem az üvegbotot, elveszem ezt a pálcát, elveszem, és megmarad mind a kettőnek a töltése. A visszarendeződést meggátoltuk, ha én ezt ide visszahelyezem, abban a pillanatban, így, nem akarom lelökni semmelyiket, akkor vissza az eredeti állapot. Jó, tehát ez az elektromos megosztás jelensége, és én azt gondolom, hogy aki ezt látta, elalvás előtt majd végig gondolja, mélhetően, akkor meg fogja érteni, és fizikorán nagyobb sikere lesz, mint talán eddig volt. Az elektromos megosztás után pedig kicsit játszunk a kondenzátorokkal. Van egy olyan berendezésünk, amit síkkondenzátornak hívunk. Ez a síkkondenzátor, majd egy kicsit később jön, előtte megnézzünk egy-két kísérletet a Van de Graaff generátor segítségével. Ez nekem persze szükségem van szemüvegre is. És akkor a kísérleti eszközünk, amivel fogunk kísérletezni, az, mondom, igen. Amit szeretnék megmutatni, az itt egy írásvetítő. Az írásvetítőn egy petri csészét helyeztem el, és a petri csészébe különböző fém elektródokat fogunk elhelyezni. A petri csészében jelenleg egy kis ricinusolajba kevert grízszemcsék vannak. Ezeknek a grízszemcséknek az ányképeit lehet szépen látni. Van egy Van de Graaff generátorunk. A Van de Graaff generátor lesz az, amelyik segítségével elektromos töltéseket tudunk nagy mennyiségben majd előállítani, legalábbis olyan nagy mennyiségben, mennyire az nekünk fontos. A Van de Graaff generátort, hogyha bekapcsolom, na szóval, aha. Ez úgy néz ki, hogy van egy-két olyan eszköz, hogyha nem dugjuk össze, akkor nem működik. Tehát mit tesz Isten? Leellenőriztük, hogy ez is. Ha energiát nem kap, nem működik. Na jó, tehát akkor a Van de Graaff generátorunkat bekapcsolom, elveszem a gömböt egyiket a másiktól, és azt hiszem látszik, hogy szép nagy szikrákat tudunk csinálni. Ennek a Van de Graaff generátornak a segítségével fogunk elektromosan föltölteni eszközöket.
Ezeket az eszközöket bele fogjuk tenni ricinusolajba, és a ricinusolajba beletett eszközök elektromos teret fognak létrehozni, az elektromos térben mozogni fognak a grízszemcsék, és föl fogják rajzolni számunkra az elektrostatikus erővonalakat. Hát nézzük meg, hogyan teszi ezt. Itt van így. Egy magányos ponttöltés elektromos terét szeretnénk fölrajzoltatni. Most csak annyit kell tegyünk, hogy bekapcsoljuk a Van de Graaff generátort. A Van de Graaff generátor rendezi ezeket a grízszemcséket, és ezek a grízszemcsék rendeződéséből egy csomó mindenre fogunk tudni majd következtetni. Azt hiszem, nagyon szépre sikerült ez az ábra, akár be lehetne egy tankönyvbe is így, ahogy egy az egybe illeszteni. Nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek az erővonalak. Ha majd fizika órán ezt hallani fogjátok, vagy esetleg már hallottátok és föl tudjátok idézni, akkor azt mondták, hogy a két töltött test között erőhatás léphet föl. Erre az előbb láttunk kísérleteket. Ez az erőhatás lehet taszító erőhatás is, lehet vonzó erőhatás. Attól függően, hogy két pozitív, vagy két negatív, vagy pozitív és negatív testek között van az erőhatás. Az erőhatást, tehát ott van egy darab testünk, és annak az egy darab testnek szeretnénk leírni az erőterét. Ez azt jelenti, hogy veszünk egy próbatestet, próbatöltést, és ennek a próbatöltésre megnézzük, hogy mekkora erő hat, és ennek az erőnek a nagyságát el fogjuk osztani a próbatöltésnek a nagyságával. Ez azt jelenti, hogy egy egységnyi töltésre ható erőt kapunk, és ezt tulajdonképpen elnevezhetjük elektromos térerőnek, vagyis ha úgy tetszik, térerőségnek. Nagy elvel jelöljük, egy vektormennyiség pontosan ugyanabba az irányba mutat, mint az elektromos erő, és hogyha megkérdezi valaki, hogy miért jó ez az elektromos térerőség, mint jellemző, akkor azt lehet mondani, hogy keressük meg ebben a pontszerű töltésben az erőteret, az erőtér az pedig úgy lesz, hogy a tér minden egyes pontjához hozzá fogunk rendelni egy térerősséget, és ez a térerősség le fog érni az odatett elektromos töltés, hogyan fog viselkedni. Ez lesz a fő feladat, és akkor abba gondoljunk bele, hogy oda helyezzünk egy pontszerű töltést, mondjuk nagyon egyszerű módon azt mondom, hogy helyezzünk el ezt a pontot éremmel legkönnyebben ide egy töltést, de bármelyik hova tehetnénk, és akkor ez a töltésre egy erő fog hatni, és hogy ez az erő mekkora lesz, azt ki lehet számolni abból, amekkora a térerősség, illetve a térerősséget jellemző erővonal ábrából meg fogjuk tudni mondani, hogy fog viselkedni. Nézzük meg, hogy mit is lehet erre mondani. Oda helyezünk egy töltést, a töltésről el tudjuk mondani, hogy az erő nagysága, ha van kedvetek, akkor írjátok fel ezeket a fogalmakat, az erő nagysága arányos lesz az erővonalak sűrűségével. Ez azt jelenti, hogy különböző helyeken megvizsgálhatjuk, hogy pontról pontra, mondjuk ebbe az irányba, egy sugár irányba megyünk, és azt veszük észre, hogy ezeken a helyeken, ha egy egységnyi hosszúságú vonaldarabot leteszünk, egyre több és több erővonalat fogunk tapasztalni, vagy találni. Ez azt jelenti, hogy minél több erővonal lesz, annál nagyobb lesz az az erősség, az a térerősség, ami jellemző a testet körülvevő teret. A másik fontos dolog, hogy az erővonalhoz húzott érintő irányába fog hatni az erő. Ez azt jelenti, hogy az erővonalak látjuk, hogy sugárirányú egyenesek. Ha oda teszünk egy testet, akkor az vagy sugárirányba vonzani fogja, vagy sugárirányba taszítani fogja. Ugye ez teljesen világos. Az erővonalaknak van még egy nagyon fontos tulajdonsága, nyilakkal szoktuk őket ellátni. Hát ezek a buzadara szemcsék, ezek nem rajzolnak magukból nyilat, de lehet, hogy a génmódosított búza szemcsék majd nyilat is fognak rajzolni, ezen még gondolkodnak a biológusok. Tehát nem tudjuk megmondani az erővonal kép alapján, hogy egy pozitív töltés van a középpontban, vagy egy negatív. Az a lényege, hogy ezt nekünk kell a kísérletünkből meghatározni. Ha ez megvan, akkor még egy apróságot szeretnék elmondani, hogy látjuk, hogy az erővonalak, az összes erővonal, és akkor az elkövetkezendő ilyen ábrákra, mindegyikre el lehet mondani, az összes erővonalra, hogy ezek párhuzamosak. Bocsánat, elnézést. Tehát ezek mindegyik egy töltésből fog kiindulni, és egy töltésen fog végződni. Vagyis az erőtérnek megvannak a forrásai. No, tehát akkor a következőkben nézzünk egy másik elrendezést.
még egy pontszerű töltést hoztam ide. Ezt a pontszerű töltést ezt elhelyezzük itt így. És akkor ez azt jelenti, hogy lesz egy pozitív töltésünk, meg egy negatív töltésünk. És hogy a rendezettséget megszüntessük, éppen ezért egy ilyen kevergetés módszerével, rövidebb, hosszabb időre az entrópia növelésével fogok egy kicsit foglalkozni. Na jó. Tehát akkor kapcsoljuk be a Van de Graaff generátort, ismételten rendeződni fognak az erővonalak, és akkor látjuk, hogy egy pozitív és egy negatív töltésünk van. A pozitív töltésünkből indulnak az erővonalak, a negatív töltésen tűnnek el, és akkor azt lehet mondani, hogy ez így együttesen egy dipólus, egy pozitív és egy negatív töltés. Ha valaki szeretne egy ilyen nagyon szép, látványos ilyen görbét felrajzolni, akkor nagyon egyszerű dolga van, hiszen a ponttöltésnek az elébb láttuk a terét, azt még középiskolában illik ismerni is, hogy ennek a matematikai képletét. Nekünk csak annyi dolgunk van, hogy egy pozitívat meg egy negatívat összegzünk, úgy, hogy a kettő között valamekkora távolság van. Tehát ezeknek az erővonalaknak a generálása, a legyártása számítógépes világban nagyon egyszerű, úgy is mondhatnánk, hogy csuklómunka. A dipólusnak az erőterét látjuk. Nézzük meg akkor, hogyha két pozitív vagy két negatív töltést látunk, akkor azok hogyan különböznek az előzőektől. Tehát most akkor az azt jelenti, hogy két azonos előjelű töltéssel fogunk kísérletezni. Megfogom a... Megfogom a töltések alatt rendezni az erővonalakat, így bekapcsoljuk, és akkor azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy az erővonalkép más. Egy pici buborék, ahogy mondta itt valaki nagyon ügyesen, került a ricinus olajba, ezek ilyen szép nagy köröcskék, de azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a két azonos töltésnek lényegesen másabb az erőtere. Azt nézem, hogy nyitva van-e ott az ajtót, tegyétek meg, hogy kinyitjátok, csak annyit, mert én is érzem, hogy meleg van, és nem baj az, hogyha nem alszunk el mindannyian, mert látom, hogy van, akiknek nem megy. Oké. Tehát látjuk a két azonos előjelű töltésnek az előterét. Azt mondom, hogy folytassuk avval, hogy az elektromos erővonalakat most rajzoltassuk föl úgy, hogy egy nem két darab pozitív vagy két darab negatív töltést veszünk, hanem nagyon sokat veszünk, tényleg nagyon sokat, és ezeket egyenletesen fogjuk elhelyezni egy egyenes mentén. Ez azt jelenti, hogy ha veszi az ember ezt a hosszú egyenes fém darabot, akkor ezt úgy is föl lehet fogni, mint a fém darabon egyenletesen letett pozitív töltéseket. Ugye? Tehát itt a fizika törvényei arról fognak gondoskodni, hogy elrendezzék őket. Majd erre kicsit később még visszatérünk. Kapcsoljuk be, és akkor nézzük meg, hogy hogyan rendeződnek az erővonalak. Gyönyörűen látszik, egy újabb tulajdonságát látjuk meg, hogy a fém felülethez húzott érintőre mindig merőleges lesz a kilépő erővonal. Ez egy nagyon fontos dolog. Én nagyon mélyen nem megyek bele ezekbe a magyarázatokba, mert szinte biztos vagyok abban, hogy mindenki elalvás előtt ezt még meg fogja a könyvben nézni, hogy ez hogy is van. Kizár dolog, hogy nem. Hát ugye ezt mindenki így gondolhatja. Tehát látunk egy ilyen elrendezést, és akkor a következő lépés az pedig az lesz, hogy elhelyezzünk még egy ilyen elektródot. Ez a másik elektród, ez az ellenkező előjelű töltést fogja megkapni. Szépen elrendezzük ezeket a töltéseket. Azt, ami az előző kísérletből rendezettség volt, a szépen kavargatással én próbálom tüntetni, és akkor úgy fogom próbálni beállítani, hogy az egyik az egy kicsit ilyen makacsan úgy áll be, hogy ő szeretne, a másik pedig állítsuk be hozzá párhuzamosan. Bekapcsolom, és akkor nézzük meg, hogy a két párhuzamos elektród között egy olyan
erőtérrendszer alakul ki, ami jószerivel a két párhuzamos elektród közé lokalizálódik. Mi fizika tanárok úgy szoktuk mondani középiskolában, hogy az erővonalak nem lépnek ki a kondenzátor fegyverzetei körül, de azért a jó szeműek láthatják, hogy itt a szélén egy erővonal szóródás van. Ha valaki esetleg rákeres arra, hogy szórt kapacitás, meg egyebek, akkor az lehet tudni, hogy egy magasabb iskolában ezzel kicsit többet fogunk majd foglalkozni. Tehát a kondenzátorokkal kapcsolatosan ezt a képet tudom ajánlani, és akkor nagyjából eljutottunk a kondenzátorhoz. A kondenzátorunkhoz kapcsoljunk hozzá egy elektroszkópot. Elnézést. Karcsi, próbálj már valami kereszthozatot csinálni, jó? Itt valahogy, nem tudom hogyan, de egyszerre meg lehet döglen, a meleg van. Tehát a kondenzátorunkkal fogunk kísérletezni. A kondenzátorunkat kössük hozzá egy elektroszkóphoz. És az elektroszkópunk másik részét kössük ide. Úgy. Vesszük a szerkezetünket. Nézzük meg, a kondenzátorunk az pontosan milyen. Olyan, hogy nagyon könnyedén tudjuk állítani a kondenzátor fegyverzetei között levő távolságot egy csavarorsó segítségével. Tehát ezt a csavarorsót tekergetem, akkor ez közelebb megy egymáshoz, ha pedig távolítom, akkor távolabb megy egymástól. És azt mondjuk csinálni, hogy föltöltöm elektromosan, így, így, nagyon jó. És akkor a következőt fogom csinálni. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Az egyik oldalán pozitív töltések vannak, a másik oldalán negatív töltések vannak. Tegye fel a kezét, aki nem tudja elgondolni, hogy a két fegyverzet között milyen erőhatás jön létre. Ne erőlködjél, jó? A magadért tedd fel, ne a szomszédodért. Na tehát akkor ugye egy pozitív töltés és egy negatív töltés között a kölcsönhatás az vonzó. Igaz? Tehát hogyha ezt most magára hagynánk, ezt a két fegyverzetet, akkor így össze rántaná őket az elektromos erő. Igen. Tehát a kondenzátor fegyverzetét, ha közelítjük egymáshoz, akkor az erő irányába történik az elmozdulás, és akkor nézzük meg, mi fog akkor történni a kondenzátor fegyverzetét közelítem egymáshoz. Nézzétek meg a mutatót. A mutató az egyre kevesebb és kevesebb értéket fog mutatni. Így és mi. Azt hiszem, ez szépen látszik. Most hát sokkal tovább nem menjünk, mert lassan össze fog érni a két fegyverzet. Ha ezek után távolítani fogom egymástól a két fegyverzetet, akkor pedig emelkedik a feszültség. Tehát abban az esetben, hogyha pozitív és negatív töltés egymáshoz közelebb kerül, akkor közöttük a potenciál különbség csökkenni fog. Ezt mutatja ennek a csökkenését az elektroszkóp. Ha egymástól távolítjuk, akkor pedig a feszültség növekedni fog. Azt akarom mondani, hogy ezt mindenki tapasztalhatja, ezt a feszültség növekedést. Például, amikor az ember leveszi a pulóverét, akkor ugye surlódik az egyik műszálas a másik műszálason, ha még a pulóver alatt maradt valami műszálas, és akkor ahogy távolítjuk egymástól a két ellenkező előre feltöltött pulóver darabot, vagy ruhadarabot, akkor egyszer csak akkora lesz a feszültség, hogy átugrik a szikra. De pontosan az lesz, hogy távolítom, növekszik, és egyszer csak sutty, fogja magát és átugrik. Hát erre láttunk egy nagyon egyszerű kísérletet, tehát a kondenzátor lemezeit, hogyha mozgatjuk, a kísérletünkben nagyon szeretném elmondani, hogy mind a jobb oldali, mind a bal oldali részen ugyanakkor a nagyságú ellentétes előtöltés volt a kondenzátorra való kísérletezés során végig. Tehát a kísérletnek az az üzenete, hogy állandó töltésmennyiség, mert változtattuk a kondenzátornak a fegyverzetének távolságát, és ezáltal növekedett vagy csökkent a feszültség. Ez azt jelenti, ha szigorúan vesszük, hogy nem más történt, mint hogy a kondenzátorunknak megváltoztattuk a kapacitását. Hát ez a kísérlet, ez egy elég bonyolult kísérlet. Hogyha ezt igazából mérhetővé szeretnénk tenni, akkor én arra csináltam egy egyszerű kísérletet, és akkor nézzük ezt most majd meg. A kísérletünk főszereplője két darab korong lesz,
két darab fémkorong. Ez a két darab fémkorongról akár meg tudjuk mérni, hogy mekkora az átmérője. A két fémkorongot, hogyha párhuzamosan tesszük így egymással, akkor egy hasonló kondenzátort kaphatunk, csak mások a geometriai méretei. Ennek a kondenzátornak a kapacitását, hogyha meg akarjuk tudni, akkor nagyon egyszerű módunk van erre. Azt fogjuk csinálni, hogy... Tehát akkor amit már látunk, azt látjuk. Ezt csak ide egy mozdulattal átemelem, hogy addig se zavarjon minket. És akkor van egy mérőnk, műszerünk. Ennek a mérőműszernek, itt a közelülőknek kedvéért megmutatom, hogy van egy olyan állapot, hogy kapacitást tudunk mérni. A kapacitás mérés az úgy fog megtörténni, hogy ehhez a két érintkezőhöz hozzá fogunk kötni a két elektródot, és a mérőműszerünk egy komputerrel tart kapcsolatot, az itt lévő értéket fogja megmutatni. Tehát, hogyha én most itt bekapcsolom ezt a műszert, akkor véletlenül ez a képernyő, meg az a képernyő pont ugyanazt mutatja. Még annyit szeretnék itt a méréshez tenni, hogy ide szépen elhelyezzük ezt a mérőműszert. Ehhez a mérőműszerhez hozzá fogom kapcsolni ezt a két elektródot, és most jön a lényeg, hogyan tudunk beállítani nagyon kis távolságot, de nagyon precízen párhuzamost. Nagyon egyszerű dolgunk van, mert ugye megpróbáltam készülni. Itt van egy darab papír. Ez egy 80 g-os papír, nyomtató papír. Ebből levágunk egy vékony kis csíkot, így. Itt van ez a csík. Ebből a csíkból, ebből a két csíkból a két szélére el fogok helyezni egy-egy kis fecni darabot, így. És hogyha egymásra tesszük ezt a két réteget, akkor ez a papírnak a vastagsága fogja a távolságot egyenletesre beállítani, és amint látjátok, a papír vastagságával arányosan tudunk mutatni egy kapacitás értéket. Ez egy 80 g-os papír, itt a közelülők nagy szerencsével vannak, megtapogathatjátok, hogy milyen vastag. Itt van egy, hoztam egy levélborítékot, egy vastagabb, véletlenül vastagabb levélborítékot, csak meg kéne tapogatni, nem elvenni. Tapogass meg, egy rétegét tapogass meg úgy, abból fogunk levágni egy darabot, és be fogjuk tenni a kondenzátor fegyverzetei közé. Ha a kondenzátor fegyverzetei közé ezt a csíkot betesszük, akkor véletlenül egy kicsit nagyobb lesz a távolság, és ennek eredményeként a kondenzátor kapacitása csökkenni fog, úgy, ahogy mondod, nagyon helyes. Köszönöm, hogy figyelsz és kisegítesz itt minket. Ha távolabb tesszük egymástól, emlékszel a képletre? Vagy még nem tanultad? Kondenzátornak van egy fegyverzete, annak van egy felülete, távolsága, közöttük van anyag, valami, hogy van ez? Felülettel arányosan, egyenesen arányos, a távolsággal fordítottan arányos, és ott valami anyagot teszünk, valami így van, ugye? Na. Lehet látni, hogy nézd meg, hogy ez a papír, ez vastagabb, ez mutatja ez a mérés. Hát, ha még nagyon akarunk, akkor még kereshetünk egy még vastagabbat, ez egy névjegykártya, ugye ez vastagabbnak tűnik. Vékonyabb vagy vastagabb? Szerinted? Így egymás utáni tapogatással. Melyik? A névjegykártya vastagabb. Nem, az az igazság, hogy én sem vagyok 100%-ig biztos, elbizonytalanítottál, de azt fogjuk csinálni, hogy vágunk egy csíkot, közé rakjuk, és azután megállapítjuk mérésből, vagy jelenet, eszembe jutott valami, hogy nehogy vita legyen. Emlékszel, hogy mennyi volt az előbb az érték? Oké. Okay. Jó, megvárjuk, míg beáll. És akkor azt mondjuk, hogy ezt eltesszük oda. Látod, oda kiírta az időpontot is, meg az értéket is.
És akkor beteszünk a névjegykártyából, te jó Isten, már nem is emlékszem, melyik a névjegykártya, de ami biztos, biztos. A névjegykártyából teszünk be egy darabot, és hogyha ez most kisebb lesz, akkor tényleg vastagabb lett a papír, amit vettünk, ha meg vastag, nagyobb lesz a mérés, akkor pedig vékonyabb. Vastagabb. Ugye azt hiszem mindenki látja, ez az előbb 188, ez pedig 140 pikofarád, tehát egy nagyon egyszerű és nagyon egyszerű kísérlet, nagyon jól lehet vastagságot mérni. Egyébként döbbenetes dolog az, hogyha valaki ezzel megméri a papírnak a távolságával, hogy mekkora a kapacitás, 5% pontosságra meg lehet mondani a papír vastagságát. Ami még nagyon fontos, ha még emlékszik valaki az elejére, még egy kísérlet benne van ebbe az egészben. Jelesül az, hogy veszünk két vékony kis cetlit, az előbb már megtehettük volna, de se baj. Most annyit fogunk tenni, hogy a kondenzátor fegyverzetei közé visszatesszük ezt a papírt, az eredeti 80 g-os nyomtatópapírunkat. Megjegyezzük, hogy mekkora a közötte levő kapacitás, ez ilyen 370 pikofarád környékén szokott lenni, úgy, ezt szépen így megjegyezzük. Majd a teljes terjedelmét teletesszük papírral, és akkor a papír az egyik esetben teljes egészében levegőt töltöttek, a másik esetben teljes egészében papír, a kettőnek a hányadosa nem más, mint a papírnak az epsilon mutatója. Hát, hogyha mindenki érti ezeket a dolgokat, azt hiszem nagyon szépen mutatja, hogy 365, ez meg 739, a kettő hányadosa épp az epsilon fogja adni. No, tehát akkor ez egy nagyon egyszerű, és úgy gondolom, hogy olyan kísérlet volt, amit érdemes volt megnézni. És akkor térjünk vissza egy kicsit még mindig a kondenzátorok közé, hogy megértsük pontosan, hogy hogyan működött a grízszemcse ott a... Tehát a grízszemcsék hogyan működtek, mit is kell megnyomni? Aha, ezt kell megnyomni. Akkor nézzünk még egy kísérletet, ami itt szerintem nagyon érdemes ezen a ponton megnézni. És hogy ezért szememben ne világítson. Tehát kondenzátorunk itt található. Ugye ez a kísérlet, amit most megmutatok, ez még egyszer ugyanez a kísérlet lesz. Az egyik esetben megmértük ezt a kondenzátort, hogy két nagyon kis papírral távtartóval vettük, és gyakorlatilag az egészet levegő töltötte ki. Amikor papírral töltöttük ki, akkor pedig egészen más volt a kapacitása. Most azt fogjuk csinálni, hogy hoztam különböző szigetelő anyagokat, egy közönséges üveglapot, meg egy bakelit lapot. Azt fogjuk megcsinálni, hogy feltöltöm a kondenzátort. Nézzétek meg, beállítjuk körülbelül olyan vastagságúra, mint az üveglap, feltöltöm a kondenzátort, így, úgy, és a kondenzátorunknak leolvassuk a mutatandó értéket, és egy frissen portalanított üveglapot beteszünk a kettő közé, így. Ahogy én a kondenzátor lemezei közé berakom az üveglapot, látjuk, hogy csökken a kondenzátornak a feszültsége, lényegesen kisebb lett, amikor kihúzom, akkor pedig úgy látszik valami árulás van. Közben sikerült a kondenzátor fegyverzetét elállítani. Ez a kísérlet, ez sajnos itt egyre nehezebb lesz a kondenzátorokkal való kísérletezés, csak azért, mert a páratartalommal együtt a levegőnek a vezetőképessége, meg az egyéb ilyen elektrostatikus kísérletekre ez való feltételek romlanak, tehát szépen betesszük, így, lecsökken, és amikor kihúzom, akkor pedig vissza az eredeti állapotára. Valójában látjuk, hogy mi történik, a kondenzátor fegyverzeté közé betesszük, ha valamit csinál ez az üveglemez, még az a valamit csinál, ezt még nem értjük, de most én ezt megpróbálom nektek megmagyarázni. Ha beteszünk egy másik anyagot, akkor azt hiszem, hogy ott is nagyon szépen látszik, hogy lecsökken a feszültség, kihúzom, akkor pedig vissza az eredeti állapot. Magyarán
itt valami történik. Tehát erre mindenképpen érdemes evel egy mondat erejéig foglalkozni. Nekünk szükségünk lesz egy Van de Graaff generátorra. A Van de Graaff generátorunkat szépen átszállítjuk oda a másik asztalra. Így. Van de Graaff generátorhoz feltétlenül jár egy tápegység. Na, szállt. Aha. Parancsolj? Tehát akkor itt van a Van de Graaff generátorunk. Jó. És a Van de Graaff generátorunkhoz tartozik egy szép nagy kondenzátor. Ezzel a kondenzátorral fogjuk a további kísérleteinket elvégezni. Szeretnénk megtudni, hogy mi történik a kondenzátor fegyverzetének lemezei között. Akkor, hogy mindenki jól lássa az eszközt, így, a kondenzátor fegyverzetei közé egy speciális vezetővétett felületű anyagot raktam be, tehát itt van egy bifilárisan, tehát egy kettős madzaggal felfüggesztett, szigetelő anyagból készült, vezetőfelületű grafit bevonat található rajta. És ez a szerkentyű, hogyha kitérítjük a nyugalmi helyzetéből, akkor némennyi lengés után ez fogja magát, és a nyugalmi helyzetében úgy fog megállni, hogy a kondenzátor fegyverzetének, majd amikor betesszük a fegyverzeteket, azokkal pontosan párhuzamos lesz. Így né. Na most, a kondenzátorunk, így, megállítottuk. Gergő, látom, hogy te nagyon ügyesen csináld a dolgod. Szóval, a kondenzátorunkat föl fogjuk tölteni a Van de Graaff generátorral. A Van de Graaff generátornak ugye van egy pozitív és egy negatív oldala. Az egyik fegyverzetőt azt hozzákötjük a Van de Graaff generátor tetejéhez, a másikat a Van de Graaff generátornak a földeléséhez. És akkor itt vannak a földelések. Az az igazság, hogy még egészen fiatal tanárkoromban megtanultam, hogy Van de Graaff generátort kisütő nélkül lehet működtetni, csak megrázó élménnyel fog járni. Tehát úgy. Tehát akkor a következőt szeretném, hogyha majd mutatnátok, arra a képre, a Gergőnek a képét, és ezt a részt kérném, Gergő. Jó? Az így hibátlan. Ez olyan jó, mintha én csináltam volna. Tehát most jelen pillanatban a Van de Graaff generátorunk még nem töltötte fel a kondenzátort, ha én ezt elemelem, akkor nézzétek meg, hogy a fegyverzetek közé be fog fordulni ez a... egész kicsit for... Gyere elébb, Gergő, ha tudsz, csak egy picit. Tehát gyakorlatilag azt kell látni, hogy most a kondenzátorunk fegyverzetei között levő ez a súlyzó alakú szerkezet, ez fogja magát így befordul, az egyik a pozitív, a másik a negatív felére. Elektromos térben van, ebben az elektromos térben megosztás révén az egyik pozitív lesz, az egyik golyó, a másik negatív lesz. A negatív a pozitív fegyverzethez, a pozitív a negatív fegyverzethez. Ha kisütjük, akkor nézzétek meg, az fog történni, hogy visszakerül az eredeti állapotába, és a nyugalmi helyzete közül fog lengéseket végezni. Így. Ha bekapcsoljuk, akkor pedig marad ez az állapot, és tulajdonképpen a kondenzátorban ez történik. Aha. Tehát a kondenzátorban ez történik. Én azt hiszem, azt fogom csinálni, hogy mindenki élőbe lássa, hogy egy egész kicsit elfordítom erre, és akkor innen lehet majd látni, ne csak a kamerában lássátok. Tehát megkapcsoljuk. Ha
nagyon feltöltődni, és látjuk, hogy a kondenzátor fegyverzetei között levő kis részhez befog, és nagyjából arra törekszik, hogy a fegyverzetekre merőleges legyen a tengelye. Kisütöm, akkor visszakerül az eredeti állapotba. Na most. Itt valahol áthúz, valahol elhúz a... Aha, tényleg. Jó. Kicsúszott a... Az az igazság, hogy ilyenkor, amikor az ember elfelejt valamit rendesen összedugni, akkor igen furcsa dolgok történnek. Nézzük meg még egyszer. Tehát bekapcsolom, és akkor a fegyverzetek közé szépen befordul. Hiszem ez gyönyörűen látszik. Ha kisütöm, abban a pillanatban visszakerül az eredeti állapotába. Így. A ti kedvetekért is meg fogom még egyszer a kísérletet ismételni. Elfordítjuk erre. Így. Szerintem így egészen jól fog látszani. Tehát még nincs feltöltve, hagyjuk töltődni, a fegyverzetek között szépen befordul, és látjuk, hogy a fegyverzetekre merőlegesen szeretne elhelyezkedni. Nos, ha valaki ezt a kísérletet látta, akkor érteni fogja, hogy pontosan mi fog történni akkor, amikor a fegyverzetek közé beteszünk valamilyen anyagot. Az anyagban molekulák, atomok helyezkednek el, és ezek a molekulák, ha dipólus molekulák, akkor szépen fogják magukat, és elkezdenek befordulni úgy a tér irányába, és úgynevezett dipólus láncok fognak kialakulni. A fegyverzetnek az egyik felületén a dipólus láncnak a pozitív vége van, természetesen a negatív pólussal szembe, és ilyeténképpen értjük, hogy egy felületi töltéssűrűség jelenik meg a kondenzátor fegyverzeté között, így érthető az, hogy a kondenzátor fegyverzetének lecsökken a feszültsége. Ha betesszük az anyagot, ha kihúzzuk, akkor vissza az eredeti állapot. A kondenzátorokban levő dipólusok, ezek nagyon veszedelmes dolgok lehetnek. Erre szeretnék egy kísérletet megmutatni. A kísérlet a Leideni palack című kísérletet fogja viselni. A Leideni palackunkkal, való kísérletezés, ez egy picit rendezkedni fogok. A rendezkedés alapja az lesz, hogy Van de Graaff generátort áttolom erre az oldalra, így. Ide teszünk egy földelt fémlemezt. Ez a földelt fémlemez lesz az egyik főszereplő. Földelt fémlemezre rá fogunk tenni egy fém serleget. Ebbe a fém serlegbe pontosan belestimmel ez a üvegpohár, és ebbe az üvegpohárba belülre pedig belestimmel ez a másik betét. Tehát akkor ez a kiindulási alapunk. Nekünk szükségünk van néhány krokodilcsipeszre, hogy tényleg összeföldeljünk mindent, és most már ne annyira rázzon, mint az elébb. Tehát akkor leföldeljük a fémlemezt. Így. A fémlemez mellé leteszünk egy elektroszkópot is. Ezt az elektroszkópot is összeföldeljük az eszközeinkkel. Így. Kell még egy krokodilcsipesz, hogy ide tudjuk csiptetni a Van de Graaff generátorunkhoz hozzá ezt a részt, így. És akkor minden adott ahhoz, majdnem, de csak maradjál, minden adott ahhoz, hogy a kísérletünket elkezdjük. Be fogom kapcsolni a Van de Graaff generátort, és a Van de Graaff generátor, mivel hogy itt vélhetően fog szikrázni, azért kicsit távolabb a kompjútertől. Tehát bekapcsolom a Van de Graaff generátort, és a Van de Graaff generátor elkezdi feltölteni ezt az úgynevezett Leideni palackos kondenzátort. Amikor a feszültség egy kritikus értéket elér, akkor szép nagy csattogással a Van de Graaff generátorunk tehát át fog húzni a kondenzátorunk, és a kondenzátorunk hát most igen nagy elektromos térben van. Most én azt fogom csinálni, hogy kikapcsolom a Van de Graaff generátort, szépen szogom,
szétszedem ezeket az eszközöket, mindegyik darabját külön-külön leföldelem, szépen levesszük a Van de Graaff gátort innen, és majd egyenként ezt szépen összeszerelem. Hát minden egyes darabja elektromosan ezen a földelt lemezen volt rajta, összeszerelem, és megnézzük, hogy mekkora feszültséget tudunk mutatni, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy szép nagyot. Ez egy több ezer voltos feszültség. Ha most ezt fogja, az ember kisüti, ezt szétszedjük, minden egyes részét rátesszük egy fémes földelt lemezre, majd összeszereljük, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ismételten feszültség van. Ha valaki emlékszik arra a kísérletre, hiszen most megint ugyanazt a kísérletet csináltuk, mint amikor az elején a nagy kondenzátor néhány perces kisütés után ismételten elektromos teret mutatott. Ugye itt most ez akár szétszedéssel is meg lehet csinálni ezt a kísérletet. Na jó, a következőkben én azt gondolom, hogy egy kísérlet erejéig térjünk vissza még ide a Van de Graaff generátorral, vagyis Van de Graaff generátorumat szépen hozom vissza. Így. Így. És a kísérletünknek az lesz a végkifejlete, hogy szeretnénk még egy ricinus olajba mártott erőképet megmutatni, vagy szeretnék. Ez a kép pedig úgy fog kinézni, hogy a ricinus olajba bele fogunk tenni egy gyűrű alakú elektródot, egy olyan gyűrű alakú elektródot, amely éppen ilyen alakú. Így. Nézzétek meg, hogy ennek a gyűrű alakú elektród körül kialakuló elektromos teret szeretnénk megnézni. Így. És kapcsoljuk be a Van de Graaff generátort kisütő pálcával együtt. Azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy a Van de Graaff generátorunkkal feltöltve ezt a berendezést, a gyűrű belül, a gyűrűn belül nem rendeződtek a részek, itt a gyűrűn kívül pedig olyanok az erővonalak, amelyeknek tanultuk, tehát hogy mindig a kilépő felületre húzott érintőre lesz merőleges. Hát gyakorlatilag ez a kísérlet a Faraday kalitkát hivatott bemutatni, és gyakorlatilag a Faraday kalitkával kapcsolatos minden tudnivalót megmutatja. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Faraday kalitkával kapcsolatosan nagyon-nagyon sok embernek van egy nagyon nagy tévedése, jelesül, hogy a Faraday kalitkát azt nyugvó töltések körül kialakuló elektromos térre mondjuk ki, tehát váltóáram környékén Faraday kalitkát emlegetni az nem egy ildomos dolog. Tehát azt szerintem mindenki szokjon le erről, ezek után pedig azt hiszem, hogy térjünk át egy másik kísérletre. Projektort kapcsoljuk vissza. Úgyni. Az elektrostatikus kísérletek között egy olyan kísérletet hoztam, ami egy úgy is mondhatnánk, hogy ősbemutató. Az ősbemutató pedig arról szól, hogy hogyan lehet az elektrostatikus térrel megmozgatni valakit, megmozgatni valamit. A kísérleti eszközünk olyan, hogy akár házilag is el lehet készíteni otthon. Semmi más nem kell hozzá, mint egy tálca, pontosabban egy ilyen nagy salátástál. Ez a salátástál közepén itt van egy pingponglabda, amelyet grafittal befújtam, tehát ilyen grafittal befújtunk. Ami fontos, hogy a Van de Graaff generátorunknak a szigetelését, azt, a földelését azt megoldjuk, meg különben baromira fog rázni. Most annyit fogunk tenni, hogy krokodil csipeszekkel hozzácsíptetjük a Van de Graaff generátorhoz az érintkezőket. Itt van az egyik. Ezt fogjuk a külső részre rácsatlakoztatni így, és van egy másik,
ezt pedig a belsőre fogjuk csatlakoztatni. Így a Van de Graaff generátorunk, hogyha csatlakoztatva van, leellenőrizhetjük, hogy minden megvan. És akkor még egyszer szeretném, hogyha belenéznénk ebbe a Van de Graaff generátorba, vagy pontosabban ebbe a salátástálba, akkor látnánk azt, amit látnunk kell. A salátástálban elektródokat látunk, az egyik elektród az itt ebbe az irányba van, és két egymásra mellőleges szálból áll. Rá 45 fokos elfordításban találunk 1, 2, 3, 4 darab elektródot, ezek itt kívül vannak összekötve. Ha ebbe a salátástálba betesszük a pingponglabdánkat, bekapcsoljuk a Van de Graaff generátort, akkor a Van de Graaff generátor hatására a pingponglabdánk előbb-utóbb elkezd majd mozogni, és előbb-utóbb egy egészen szabályos mozgás fog létrehozni. Ez egy úgynevezett, egy részecske gyorsító, egy makró részecske gyorsítónak is föl lehet mondani. Ha megnézitek, akkor a Van de Graaff generátor egyenként a felületeken föltölti a pingponglabdát, és a pingponglabda elektromosan töltve egyre gyorsabban és gyorsabban megy, míg nem a surlódás, gördülésellenállás és a légellenállás hatására beáll egy egyensúlyi állapot, amely egy körpályán való mozgást mutat. Úgyhogy ez a makró Particle Accelerator nevet viselő eszköz, úgyhogy ha van kedvetek, akkor megpróbáltok ti magatok is egy ilyet építeni. Hát annyi van, hogy egy fél délutánt rá kell szánni, meg néhány kis eszközt. Én azt gondolom, hogy a CERN-béli kutatásoknak egy ilyen méltó tisztesség, hogy egy ilyen részecske gyorsítót bemutatunk. Ez is valami körpályán mozog, itt nem mágneses térrel állítottuk körpályára, hanem valamiképpen másképp. No, ezzel befejeztem az elektrostatika részt, és akkor most egy kicsit ilyen populárisabb kísérletek fognak jönni. A kísérletek egyik főszereplője az a cseppfolyós nitrogén lesz, egy másik része pedig, és ezek hol találkoznak együtt, egy alacsonyabb légnyomás lesz. A kísérleteink, amelyeket szeretnénk megmutatni. Tehát a kísérleteink, amit szeretnék megmutatni, megint csak arra kell majd kérnem a fiúkat, hogy ilyen közeli dolgokat kéne megmutatni. Gergő ebben nagyon profi. Úgyhogy az egyik eszközünk, amit majd szeretnénk megvizsgálni, ez az úgynevezett kriofor. A kriofor egy nagyon érdekes üvegedény, amely egy darab légtér az egész. Alul van egy viszonylag nagyobb térfogatú hengeres rész, itt fölül pedig egy gömb alakú rész, és ebben a gömb alakú részbe folyattuk bele az összes benne levő vizet. A víz, ami benne van, fölött, tehát a víz fölött nem kevés munkával kiszivattyúztuk a levegőt, úgy, hogy gyakorlatilag a benne levő légnyomás, a légnyomásnak, a körülöttünk levő légnyomásnak csak a töredéke. Ezt a részt, ezt az alsó részt fogjuk lehűteni, mégpedig úgy, hogy ide cseppfolyós nitrogént fogok beönteni. És akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy mi fog történni. Nézzétek meg, akkor amit látni kell és tudni kell az eszközről, hogy egy darab légtér. Ennek az egy darab légtérnek az egyik részén vizet látunk, és az összes többi pedig légritka térrel bír. Ezt az alsó részt fogjuk lehűteni. El lehet gondolni, mi fog történni. Az itt levő vízgőz az ide le fog csapódni, a térfogatának, eredeti térfogatának töredékévé fog válni, lecsökken a légnyomás, ennek hatására a vízünk elkezd majd forrni. Ezt a kísérletet szeretnénk megmutatni. Tehát amit szeretnék ebben a kísérletben megmutatni nektek, az nem más, mint hogy hűtéssel szeretnénk forrásba hozni valamit. Oké, megvan hozzá a képünk,
akkor nekünk csak annyi tennivalónk van, hogy ide öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént. Én azt gondolom, hogy érdemes figyelni azt a felső gömb golyó alakú részt, egy kicsit közelebb itt, úgy. Na most azt fogjuk látni, hogy... Kicsit lehetne főlebről, Gergő? Ha még van rá egy kis idő. Egy egész picit lehet, hogy... Na? Azaz. Alakul. Kísérlet. Szerintem váltsunk. Úgy van. Ez az. Ez a rész, ami miatt jöttünk. Amint láttátok, Gergő ügyes voltál, nem maradtál le róla. Egy tapsot a Gergőnek. Hát az a lényege a dolgnak, hogy ha valaki megfogná itt ezt a részt, szobahőmérsékletű. Igazából néha el szokott egyet-kettőt rottyanni ez az egész, tehát azt jelenti, hogy mielőtt megfagy, közvetlen előtte egy picit forrásba jön, ez nem mindig jön össze, az a helyzet, hogy a mai kísérlet alapján ez nem jött össze. Amit szeretnék mindenképpen megmutatni, hogyha én ezt kiveszem és így elbillentem, akkor látszik, hogy ez meg van fagyva. Tehát a jégkristálynak a növekedésének is tanúi lehettünk, tehát mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez a része a kísérletnek meggyőző. Amit szeretnék még megmutatni nektek, és mindenképpen a kísérlethez hozzátartozik, hogy ebben a kísérletben lecsökkent a légnyomás, a lecsökkenő légnyomás hatására ez hevesen elkezdett párologni, és a párologás olyan heves volt, hogy közben megfagyott. Ez volt a kísérlet, amit láttunk. No, nézzük meg, hogy légnyomással kapcsolatos kísérletekről mit tudunk mutatni. Van egy olyan kísérlet, amit úgynevezett aerodinamikai paradoxonnak szoktak hívni. Maga a kísérlet arról szól, hogy a két lap közé kell fújni, és akkor át kell fújni, hogy a két lap így szétlebbenjen. Így szemből mutatom. Ha közé fújok, ahelyett, hogy szétlebbennének ezek a lapok, össze fognak borulni, a kettő lap között a nagy sebességgel áramló levegőben lecsökken a légnyomás, és a légnyomás csökkenés eredményeként a két lapot a külső légnyomás, amely megmarad, összenyomja. Tehát magyarán a nagy sebességgel áramló levegőben lecsökken a légnyomás. Hát erre egy nagyon egyszerű kísérletet szeretnék megmutatni. Ez a szívószál duda nevet viseli, és a szívószál dudát, amikor megszólaltatjuk pontosan ennek a segítségével, most keresem a fogómat, de nincs meg, nem baj. Tehát a szívószál dudát úgy fogjuk megcsinálni, hogy veszünk egy szívószálat, a két végét elvágom, egy ilyen kis hegyes részt tudunk ide vágni, talán Gergő meg tudja nekünk szépen mutatni. A legvégéből egy picit lecsippentünk, és akkor a szívószálat bejáratva egy nyelvsípot csináltunk. Ez úgy működik, hogy a közéfújt levegő hatására itt lecsökken a nyomás, egy pillantra becsukódik, megáll a légoszlop, kinyílik, becsukódik, kinyílik, tehát ez egy nagyon egyszerű nyelvsíp. Természetesen, hogyha már itt vagyunk, akkor nem szoktam kihagyni azt, hogy megmutassam, tehát az azt jelenti, hogy ez a rezgés, amit itt készítettünk, tehát ez a rezgés, amit itt előállítottunk ennek a nyelvsípnak a segítségével, ebből létre tudtunk hozni egy csőben egy légoszlop rezgését, egy hangot. Ezt hallottuk egyre magasodni. Amit mindenképpen szeretnék nektek megmutatni, a nagy sebességgel áramló eszközök közül az a következő. Ide összekészítettem, nézzétek meg, egy úgynevezett vízlégszivattyút. A vízlégszivattyú úgy működik,
Onnan teljesen jó, oda fogom fordítani, hogy lásd. A vízlégszivattyú úgy működik, hogy itt van egy nagyon kicsi szűkület, ebben a szűkületben nagy sebességgel fog áramlani majd a víz. A szűkület körül ezt a térrészt körbeveszi az üvegbúra, és amikor én bekapcsolom a vizet, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ezen a csövön keresztül vizet fog, vagy levegőt fog szívni. Tehát ez a része itt légritka teret tud csinálni. Nem mindegy, hogy mekkora a légritka térnek a nagysága, és hogyha belegondolunk abba, hogy az úgynevezett vízlégszivattyúval kísérletezünk, hogy mit lehet vele elérni, akkor most jön egy olyan meglepetés, amelyet nagy szeretettel nyújtok át nektek. Megmutatom, hogy a vízlégszivattyú az körülbelül 30 tornyi, tehát a 760 torból kb. 30-50 tornyi nyomásra tud lecsökkenteni légnyomást. És épp ezért megnézzük, hogy ez a igen alacsony légnyomás, ez mire elegendő. A kísérletünkben a főszereplő egy hordó lesz. Erre a hordóra építettem csatlakozókat, egy gömbcsapot, ezzel lehet majd kinyitni és elzárni, és ide pedig egy olyan csonkot, amit rá fogunk tudni dugni a vízlégszivattyú segítségével. Tehát, akkor most azt fogjuk csinálni, támadnak egy kicsit, hogy a vízlégszivattyút szépen rácsatlakoztatjuk erre a hordóra. Így. A vízlégszivattyúnk most folyamatosan szívja ki a levegőt, de a levegő utánpótlásaként ezen a részen be tud áramlani. Ha ezt elzárom, akkor szép lassan egyre kisebb és kisebb lesz benne a légnyomás. A légnyomás hát ahogyan csökken, egyre nagyobb és nagyobb lesz az az erő, ami kívülről ezt a hordót nyomni fogja. Ha esetleg nem sikerülne ez a kísérlet, nem probléma, mert ott van az a légnyomás, ez a szivattyúnk, ami hogyha esetleg mégsem működne, akkor mit tudunk, hogy tudjuk ezt majd megoldani. Jelen pillanatban azt kell mondjuk, hogy a hordónknak a felülete, amin keresztül a levegő kifejti a hatását. A hordónknak a felületét tegnap kiszámoltuk Balázs barátommal közösen. Erre vagy Balázs? Elment? És emlékszel, hogy mennyit számoltunk? 2 négyzetméter ez a lemez, ami körbe fogja ezt a hordót. A 2 négyzetméteren fog hatni az a légnyomás, amit ez a vákuumszivattyú létre tud hozni. A kísérletünkhöz nagyon fontos, hogy várnunk kell egy keveset. Ahhoz, hogy ez a szivattyú ki tudja fejteni, ez nem egy olyan szivattyú, ami nagyon hirtelen nagy mennyiségeket tud elszivattyúzni, hanem ehhez egy picit várnunk kell, de ahogy hallom, azért már kezdődik valami. Fogod, Józsi? Jó, akkor szeretném megmutatni, a fizikának van egy nagyon fontos, alapfeltevése a kísérletekkel kapcsolatosan, hogy a kísérleteknek megismételhetőeknek kell lenni. Itt egy kisebb hordót szeretnék megmutatni, amit a légnyomás horpasztott össze, valami ilyesmit szeretnénk várni, de hogy tényleg a kísérletek olyanok, hogy megismételhetőeknek kell lenni, valami ehhez hasonló is előfordulhat. Ezt így ide teszem. Ha esetleg nem sikerülne ezzel a szivattyúval, bár mondom, sokat kísérleteztem vele, akkor itt van a másik szivattyú, avval egész biztosan össze fogjuk tudni horpasztani. Sokat számít attól, hogy éppen mekkora itt a víznyomása, mert a víznyomás és a sebesség együttesen fogja meghatározni a
azt akarom mondani, hogy akkor egy kis amíg ez a kísérlet megy, szeretnélek rávenni benneteket, hogy számoljunk együtt. A számoljunk együtt az abból fog állni, hogy 2 négyzetméter ennek a hordónak a felülete. Ha sikerülne eltávolítani belőle az összes légnyomást, akkor mekkora erő hatna rá? Ki tudná nekem ezt úgy elmondani? Ez egy nagyon egyszerű kísérlet, ez akár általános iskolában is föltehető lenne. Még egyszer? Nem tudom, hogy hogy áll ez. Oké, jó. Most az a helyzet, hogyha... Szóval az a helyzet, hogy ha abból indulunk, hogy egy bár légnyomásnak számolhatjuk a légnyomást, ugye egy bárnak, ami azt jelenti, hogy 10^5 newton per négyzetméter, és ha ebből 2 négyzetméter van, akkor ennek az épp a duplája. Ez 2×10^5 newton erő fogja összehorpasztani, ki tudjuk szivattyúzni bele a levegőt, ami pedig nem kevés. Most az a kérdés, tehát ez az egyetlen egy hordó maradt a mai napra, ezért én nem gondoltam, hogy mindenképpen az összehorpadásig fogom ezt kísérletezni, de ha most ez nem megy, még várunk körülbelül 1,5 percet, és utána átkapcsolunk erre a légszivattyúra. Egyébként a méréseink alapján ennek kéne működni, azt nem tudtam kiszámolni, hogy mennyi idő kell erre. Ami fontos, hogy van itt ez a légszivattyú, ennek a hangja, amikor lecsendesedik, akkor kezd kialakulni az a nyomás, amelyet létre tud hozni. Egy pillanat. Na jó, szerintem azt fogjuk csinálni, hogy én ezt elzárom. Tehát kiengedjük a levegőt, vagy beengedjük a levegőt. És megfordítjuk a hordót, és átfordítjuk az igazi vákuum szivattyúra. Teljesen mindegy. Hop-hop! A vákuum szivattyúnk az, ami biztos-biztos itt mindent a környezetéből elpakolunk. Ártani nem fog ártani. Oké. Jöhetsz. No tehát. Akkor a kísérletünket úgy folytatjuk, hogy lecseréljük a vákuum szivattyúra a vízlégszivattyút. Bekapcsolatod, Józsi. Oké. Tehát akkor még egyszer a vákuum szivattyúnkban ezen a részen van az elszívás, itt a kipufogás, szépen bekapcsoljuk, és akkor most csak annyit kell várnunk, hogy a légszivattyú szívja ki ebből a hordóból a levegőt. Ha kiszívja, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy fogjuk látni, hogy a légnyomás mekkora. Ez valamivel gyorsabban fog menni. A kísérletben egy darabig nem történik semmi, egy darabig a hordó ellenáll, és amikor a hordó ettől az íves alakjától megszabadul, abban a pillanatban ez egy ilyen sokkal gyorsabb, egy felgyorsult folyamat lesz. Még egy apróság lehet, esetleg lehet, hogy a hordónk, ha valahol egy pici lyuk van, akkor már volt erre példa, hogy nem sikerült, de én azt gondolom, hogy most ez fog sikerülni.
Az az igazság, hogy a pulzusom az most elég magas, mert azon aggódok, hogy nem fog sikerülni. Még azt ott nem tartunk. Azt kérdezi a Gergő, hogy rácsapjon-e? Hát ő egy küzdősportokban járatos emberke, de szerintem ennek össze kell horpadnia. Ha ki tud alakulni az a légnyomás, ami egyébként ez a kísérlethez szükséges, amit ez a szivattyú meg tud tenni, akkor ennek a hordónak működnie kéne. Tessék? Hát igen. Azt mondja a Józsi, hogy mondjam meg, hogy ha esetleg ez most nem sikerülne, az Indexen van fönn egy videó erről, hát igazából én ezt szeretném, hogy ez most sikerülne. Ez az üzenetem. Ennél sokkal... Az a helyzet, hogy folyamatosan jön. Hát ez lehet, hogy Lukas a hordó. Egyébként egy egész pici repedés elég, hogy ez pótolódjék. Az a baj, hogy tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy itt nem lenne szabad egy idő után levegőnek jönni, ezért folyamatosan pufog kifelé. Ez azt jelenti, hogy valahol megy be levegő. Látod? Igen. Jó, tehát itt van. Jó lehet, a kísérlet elég ilyen robbanásszerű volt, azért csak örülök neki, hogy összejött, mert legalább valami kis apró élményetek maradt. Annyit szeretnék megmutatni, hogy ha ez a hordót, hogyha ezt a hordót az ember megnyitja, és megmutatom nektek, hogy ez hogy horpadt össze, akkor meg fogtok rökönyödni, hogy úgy, hogy ebbe körülbelül 20-25 liter víz férne bele maximum. Tehát ez körülbelül így néz ki, a körbejárjuk. Hát a légnyomás az már csak ilyen. Marad két apró kísérlet, hát illetve ki tudja, hogy kettő, majd meglátjuk, attól függ, hogy mennyire sikerül. Szeretnék még két egyszerű kísérletet bemutatni. Az egyik egy játék, amivel mostanában egész pontosan tegnap kaptam ajándékba. Egy kis autó, nem tudom, láttatok-e már ilyen kis autót. Nos, ez a kis autó, ez olyat tud, hogy tud előre meg hátra menni, meg tud forogni, meg jobbra forogni, balra forogni. De igazából idáig, ha nagyon akarnám, akkor beleszőhetném azt, hogy ebben van egy kis elektromágneses hullám, meg... Lehetne, de van ennél egy sokkal nagyobb, és ugye ne feledjük el, hogy miről szól ez a blokk. Arról szól, hogy légnyomás. Ha ennek a kapcsolóját egy kicsit tovább kapcsoljuk, akkor ez olyat fog tudni ez a kis autó, hogy... Itt a táblán is lehet vele játszani. Nézzétek meg, lehet menni előre-hátra, jobbra-balra. No, tehát igazából, hogyha szeretnénk megtudni, hogy mi van ebben a, szeretnénk megtudni, mi van ebben a kis autóban, akkor azt kell mondjam, hogy alá kell nézni, mint sok minden másnak alá kell nézni. Itt van beépítve egy kis, hát itt van beépítve egy kicsi kis
ventilátor. Ez a ventilátor itt beszívja a levegőt ezen a két hosszúkás nyíláson. Itt oldalt vannak ezek a kis papírrészek, ezek fogják oda tapasztani, és ezeken a széles réseken szép lassan kifújja a levegőt. Tehát magyarán egy vákumot, egy légritka teret hoz létre, ez a légritka tér tapasztja föl ezt a kis autót. Egyébként, hogyha nem ilyen magas lenne a belmagasság, ott a fönn a plafonon is működik. Tegnap azon a részen ott kipróbáltuk. Tehát egy olyan játék, ami egy csomó fizika tudás van beépítve, tehát mindenképpen azt mondom, hogy érdemes ezekre odafigyelni. És akkor van még egy, és akkor ez a búcsú kísérlet. Ha van kedvetek otthon, kipróbálhatjátok. Itt van két palack, mind a kettőben régen ilyen rostos ásvány, ilyen rostos gyümölcslé volt. A két palacknak nagyon érdekes a része. Itt a közelülőknek meg fogom tudni mutatni, nektek meg esetleg legfeljebb keresünk egy hangfájt is, majd felküldjük. Nézd meg, hallgass meg az örgését. Hallod a hangját? Nézd, itt van a másik víz, ez egy kicsit másképpen zörög. A kettő víz között a lényeges különbség, így ha majd ha kinyitjuk, akkor meglátjuk, de van egy sokkal fontosabb dolog, hogy ennek a tetejét, hogyha megnézed, ezt így be lehet horpasztani. Ennek a tetejét, azt meg nem lehet behorpasztani. Meg tudjuk mutatni, Gergő? Próbáljuk megmutatni. Hát itt van ez a két kupak. Ez a két kupak, két teljesen egyforma kupak, így látszólag. Az a különbség, hogy az egyik alatt a légnyomás az szobahőmérsékletű, és így be lehet horpasztani, míg a másik az horpadt, és ezt már beljebb nem lehet nyomni. Ez tulajdonképpen, tudsz egy kicsit angolul? Tedd már meg, hogy a szemüvegemet nem tudom, tedd már meg, hogy felolvasod, mi van ráírva. Nos, na jó, tehát igazából az a lényege, és akkor itt egy kis fizika tanulás jön, az a fizika, amit hogyha elmentek vásárolni, és egy ilyesmi kupakkal találkoztok, akkor érdemes előtte kipróbálni. Ezeket az eszközöket, tehát amikor megtöltik idáig vel a rostos ás, vagy rostos gyümölcslével, akkor azt forrón teszik. Beleteszik, és a forróság miatt pillanatokon belül a rostos ásvány, vagy a rostos gyümölcslé fölött ki fog menni a levegő. Fölötte vízgőz keletkezik. Ráteszik a kupakot, és ha együtt kihűl, akkor ott bent a gőz le fog csapódni, és egy nagyon alacsony nyomás fog létrejönni. Ennek hatására ez a kupak be fog horpadni. Ebben a vízben, ezt én előre megcsináltam, ezzel azt lehet csinálni, hogy ha megrázok, egészen más hangja van. Ha egy picit csöndben maradtok, rá fogok ütni egyet, így, akkor halljátok meg, hogy itt csattog. Így. Míg a másikra ráütünk ugyanevvel, ez nem csinál semmit. Na most, ha esetleg lenne olyan szerencsénk, hogy amikor így ráütök, ezen a részen, ha megnézitek, próbáljuk meg ide fókuszálni. Igen. Igen, nagyon szépen látszik, hogy egy pillanatra fölvillanott egy... Ezen a részen itt egy fölvillanás jön létre. Amikor én ezt megütöm, akkor ez az üveg elindul lefelé, és az üvegben levő víz egy megadott magasságban szét fog szakadni. Keletkezik egy buborék. Amikor ez a buborék összeömlik, akkor egy lökés hullámot fog indítani, és ez a lökés hullámnak a hangja lesz ez a csattanás. Ez. Ha egy kicsit nagyobbat ütünk rá, akkor pedig ez fog történni. Látjátok, hogy egy pillanatra fölforr a víz. Amint látjátok, ki lehet lukasztani, egy jól méretezett ütéssel lesz az edény. Tehát tulajdonképpen, amikor ráütök, egy megadott magasságban nagyon jól lefényképezhető ez a buborék, hogyha az ember gyors kamerával dolgozik. Egy buborék keletkezik, a buborék, amikor összeomlik, akkor egy lökés hullámot indít, ami képes eltörni ezt a vizet. Hát ez volt az idei kísérletezés, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. És ha van kedvetek, akkor jövőre is várlak benneteket szeretettel.
Annyit szeretnék elmondani, hogy a kísérlet, tehát ezt a bemutatót, ezt az interneten fogjátok tudni előbb-utóbb archívumban is megnézni, és jövőre szeretnélek előre is meghívni benneteket. Még egyszer köszönöm a figyelmet!